hétvégén szombaton téltemető mulatságot zenés felvonulást tartottak Litéren. A község önkormányzata a Litéri Zöldek Kulturális Egyesülettel és a Litéri Táncosok Baráti Körével közösen szervezte meg a tavaszváró rendezvényt, mely évről évre alkalmat ad arra, hogy felidézzék a tavaszi ünnepkör télbúcsúztató népszokásait. Például ilyen a kisze kihordása a téltemetésnek egyik formája. A kisze babát föl szokták öltöztetni, maskara jellegű felöltöztetés, ami tulajdonképpen és annak a kivitele, a tél kivitelét jelenti, azt, hogy szűnjön meg a tél, jöjjön a tavasz, vigyük ki a határba, a falunk kívülre, hogy a tél vége legyen, és jöjjön a megújulás. A tavaszváró programmal a szervezők nem titkolt célja az, hogy összekovácsolják a település lakóit, és életben tartsák a népi hagyományokat. A Litéri Zöldek Táncegyüttes és a Szárazák Táncegyüttes, illetve a falu nagyon-nagyon fontosnak tartja, hogy a hagyományokhoz hűen minden évben megrendezésre kerüljön ez a téltemető, hiszen a hagyományoknak az ápolása, megőrzése az egy nagyon-nagyon fontos feladat, és ezt én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen előtérbe kell helyezni, és mindenféleképpen lehetőséget kell adni, azt, hogy minél többen megismerik, minél többen kapcsolatba lépjenek vele, és megtapasztalhassák ezeket az élményeket és értékeket. A művelődési háztól indult menet végül elért a közparkig, ahol a Zöldák gyermek és ifjúsági táncegyüttes, majd a Szárazák táncegyüttes adott gála műsort. A kísérő zenét a Tegnap együttes biztosította Boldizsár János vezetésével. A kiszebábú égetése közben egy közös körtáncra invitálták a mulatozókat. A rendezvényre látogatókat a helyi nyugdíjas klub által sütött fánkokkal, illetve a Sói Kertbarátok Egyesület tagjai által felajánlott borral kínálták. A nap táncházzal zárult.